30 éve alakult az Európa Jövője Egyesület, melynek célja 3 évtized után is ugyanaz, hogy megismertessék a különböző nemzetek kultúráját, a határon túli magyarság helyzetét úgy, hogy eközben kulturális kapcsolatok épüljenek ki. A Csiperói Ifjúsági Fesztivál nem ugyanaz, mint a legutóbb 2018-ban megrendezett nemzetközi gyerektalálkozó. Ez a rendezvény leginkább a helyi fiatalságnak szól. Olyan programokat kínálnak számukra, melyre szívesen ellátogatnak, hogy tartalmasan, remek közösségben tölthessenek néhány estét. Az idei 4 napos fesztivál központi eleme a világzene volt, a koncerteket a Vasútkertben rendezték meg. A fellépések sorát a Cimbeli Band kezdte csütörtök este, majd Zaporozsec, a Zajnal, a Zord fergeteges bulija után a Kerekesben tette fel az íre a pontot vasárnap este. A koncertek mellett számos kísérő rendezvényt is kínáltak a szervezők, kiállítás, filmvetítés, színjátszás, néptánc bemutató, kézműves családi délután, kutyás bemutató várta a családokat. Idén 2 új vidéki csoport érkezett Kecskemétre, a Tűzre való táncegyüttes műsora után a Színes Szilánkok Diákszínpad vidám Ludas Matyi előadása csalt mosolyt az arcokra, a fesztiválon emellett bemutatkozott Nagy Szeben. Ennek keretében kiállítás nyílt Ort István grafikus művész alkotásaiból, valamint az érdeklődők filmet is láthattak a város pezsgő kulturális életéről.